Tehát azt kell tudni Istvánról, vagy aki még nem ismeri őt, hogy nagyon sokszor dolgozik egyedül önállóan, ez nagyjából ez volt, amit a film is pedzegetett, nem? Ha jól értem. Arról tudnál nekünk néhány gondolatot bevezetőként mondani, Roland, hogy lehetett egyáltalán csatlakozni hozzá, hogyha ő ennyire... Először is az... Igen? So István is working mainly on his own. He works mainly on his own. So those of us who know him know that about him. And was this what you wanted to somehow show in the movie as well? Because we saw him all alone in the movie. Szóval, hogy hát az egész úgy kezdődött, hogy valamikor 2017-ben láttam az első performance-ét Istvánnak, és már akkor annyira vizuálisan, annyira, úgymond, és hát természetesen minden másból is úgymond annyira megtetszett és annyira lekötött, hogy azt mondtam, azonnal megkerestem őt, és azt mondtam, hogy hú, ezt muszáj lesz, úgymond videóra venni. 2017 I saw István for the first time performing. And what he did was so visually so eye-catching that I immediately talked to him that I wanted to have it recorded what he does. És akkor István azonnal igent mondott erre az egészre. Akkor 2017-ben ez az L1 Dance Festen volt egyébként ez az első úgymond találkozó. És 2017-ben nem történt semmi. És 2018-ban ismét az L1 Dance Festen találkoztunk, és akkor egy újabb, megint egy másik performance-ét fotóztam, és akkor meg már biztos voltam abban, hogy most már muszáj lesz tényleg, hogy valamit kezdjünk ezzel, mert hogy ez annyira érdekes, hogy ez vizuálisan is megállja a helyét. So 2017 nothing happened. I saw him at an L1 Dance Fest actually, and then 2018 he performed again. Then we talked again, and after that we started to work on this. És hát igazából az volt az első terv, hogy ugye felvesszük az egész előadást, ami szintén megtörtént, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy engem az érdekelt, hogy ennyi elem, ami itt található úgymond, amivel ő dolgozik, hogy honnan a fennéből származnak ezek, vagy mik ezek, hogy kerülnek ezek a színpadra, és hogy kapnak ezek szerepet. És igazából egy ilyen kisebb betekintést szerettem volna oda a háttérbe készíteni, vagy én szerettem volna betekinteni, és akkor jött ez az ötlet, hogy vegyük fel azt, ahogy igazából István nagyjából készül az összes ilyen előadására. First we recorded the performance, and then I wanted to know and wanted to show how these objects come into play and how István discovers them. And I wanted to give some background information, how he prepares a performance that we saw tonight. And this is what basically the movie is about actually. És ezt kevesen tudják, de szerintem nem titok, hogy István egy erdészmérnök, tehát hogy teljesen távol áll úgymond szakmailag az egész tőle. És hát szerintem ennyi, hogy hát ez volt az egész. István actually works in the forest. I don't know what his job is actually in the forest. Any proposal that speaks English and Hungarian? Lesnik. It's kind of forest engineer or forest engineer or something. So that's why we saw him walking in the woods, because that's his main terrain, and this is his art. Igazából még azt nem tudtam meg, hogy tudtál hozzá csatlakozni, vagy kapcsolódni, vagy... Tehát mi volt az a momentum, amikor azt érezted, hogy 11-ben jól megnézted, izgalmas, 18-ban megnézted, hát most már nekem biztos, hogy vele kell valamit kezdjek. De mi magadban, tehát belőled mi az, ami vonzott? So you said that you wanted to do this thing already in 2017 and then 2018 again, but I would like to know what was with you, what really caught your attention about István. So what is the personal connection, personal link to what he's doing, and why are you finding it interesting? Engem elsősorban a vizuális látványa kötött le a legjobban. Tehát az, hogy ezek az elemek, ott lehetett is a filmben is látni ezt a úgymond ilyen csontvásszerűséget, és akkor az az első műsor, amit én, illetve az első performance, amit láttam tőle, az az volt, hogy úgy benne volt, ugye, és felvette, levette magáról, tehát ezzel a gyertyákkal, amit ott játszott, illetve szintén azok az acsis dolgok, amiket így felrakott a fejére, akkor levette a színek, és ez már elég volt ahhoz, hogy ezt vizuálisan úgy lássam azon, hogy ezt le kell kamerázni. It attracted me, I mean, his stuff attracted me visually in the first place, because in that first performance that I saw, he was using the candle, the plastic, and there was like a skeleton, like something that it was also shown in the movie, and I was fascinated by it. Ádám, te ehhez képest mikor jöttél be? Hát én valamikor, amikor már ennek a... When was the moment when you, Ádám, stepped into the whole thing? Én valamikor, amikor már ennek a filmnek az ötlete már eléggé megvolt, sőt szerintem lehet, hogy már készült is, már javában, és akkor az István és a Roland ketten hívtak be ebbe a munkába, és igen, igazából, tehát ez szintén valahát úgy már egy éve, nem? Vagy valahogy úgy? Hát márciusban forgattuk, tehát hogy ez ilyen... Ja, akkor nincs. Ez így ilyen május környéke lehetett, amikor... Sorry, I changed my mind, you're doing it so good. But I didn't pay attention because you promised that you were translating. So please repeat Hungarian, Portuguese, and so this was around like a year ago or something, not a year ago exactly. They were already making the movie when they reached out to me, and we were talking about this idea to make some music for this film project, and then it kind of extracted somehow by the idea of this performance as well. I think we also sent you something edited. Yeah, and I also had like there's a quite long piece recorded, so I also had that material. Mm-hmm. So that was kind of like the basic point for me to start. Tehát te nem láttad élőben Istvánt előtte? No, I've seen him perform. De láttam, ez igen, tehát én már láttam korábban az Istvánt, igen, előadni. I was asking that he entered the cooperation without seeing István live. He was watching just recorded. And then the answer was yes. Yeah. Yes. Szóval arról kérdeztem egyelőre az előadótársaidat, vagy a gondolkodótársaidat, hát hogy milyen volt egy magányos embernek, úgy magányos, hogy pozitív értelemben, tehát hogy úgy ismerlek, mint aki önállóan, egyedül megcsinálod, kigondolod, létrehozod, zene nélkül, és arról kérdeztem őket, hogy mi volt az a momentum, ahogy behúzottak ebbe a munkába, de most ez csak I just quickly summed up what we were talking about. És hogy hozzád az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudtad magad megnyitni arra, hogy most beszélgetésbe kerüljél partnerekkel, és valahogy mégiscsak egy közös alkotást hozzatok létre. Folyton kérdés. My question to you is how did you manage to open up yourself to work with these two guys, because normally usually you work by yourself. Hát, nekem mondjuk sokat segített az, hogy itt az L1-en belül találkoztam olyan emberekkel, akikkel munkán keresztül, vagy egyáltalán, tehát beszélgetés alakult ki, és ezáltal már hamarabb megismertem őket, mint ahogy elkezdtünk együtt dolgozni, és ez nekem sokat segített abban, hogy ezt így el tudjam indítani magamból, hogy ezt akkor mindenképpen zenével, filmmel, ugye régi vágyam az, hogy bizonyos performance-eimet dokumentáljuk, és ugye itt a Rolanddal kezdtük el erről legelőször a beszélgetést, és ugye ebben az esetben is azt gondoltuk, hogy ebből a közös munkából három különböző végkifejlet lesz. Az egyik az, amit most láttatok, tehát egy videó, és utána egy élő performance élő zenével. Lesz egy videódokumentáció csak magáról a performance-ről, és egy videó, ahol egy vágott performance és a videója lesz, és ahhoz is ugyanúgy zene. So becoming a member of L1 made this thing kind of easier, because I met these guys at L1, because these guys are also L1 members. So we started to talk about this project earlier on, so I could prepare myself to work together with them. And it was for a long time in my head to have my performances recorded. And this was also an aspect that we talked about with Roland. And in the beginning we were clear that the outcome of this whole project will be actually not just one. We will have three or four, three outcomes. So we will have the video that you saw in the beginning. We will have a live performance accompanied with music, and then we will have a recording of the original performance. And you mentioned the fourth one, and later there will be something that will be edited. Lesz valamit vágtuk is. Tehát lesz egy vágott videó a portré résszel, az egy külön, és lesz külön a performance-ről egy dokumentáció, egy videodokumentáció, ez két különböző, tehát az egyik az egy reáltál, a másik pedig egy vágott. So only three results: show, video and recording of the original performance. Milyen volt neked most csendben, vagy a magad által kreált hangokkal körülvéve? Jó. How was it this time? Having other sounds accompanying you, not just the sound of yourself and your objects? It was great. De jelentett valamit, hogy máshogy vettél részt, vagy figyeltél rájuk, vagy hát most végül is... Was it different? Did you pay attention to what was happening around you or what? Tehát ez még új nekem egy kicsit, és igazából, tehát ugye az én mozgásomra épült a zene, és tehát ez az Ádám nagy munkája, hogy hozzáigazodott ahhoz, ami történt. So this whole thing is new for me, but the music was following me. Adam created the sound to match or to follow what is happening on stage, so it was kind of easier. Did you practice together before, or when he's performing, you created at the spot? Oh, we haven't practiced before. This was kind of like. They discussed some points, but mostly it was improvised. Yeah. Yeah, we practiced verbally. Yeah. But I exactly wanted to open up the chance to ask, or just add your visions, what you have seen, vagy csak kinyitnám a lehetőségét annak, hogy más is kérdezzem, vagy megosszon. Bármi, hogyha van ilyen, valaki, ez mindig ez a trükkös. The you know, it's hi, thanks. Thank you very much. I don't know, opinion or not, but like all journey, so you know, maybe you have a 20 or 25 you know, things. You could go 100. It's almost like each one kind of a magic, you know, one finish to the other. So I thought, what is he going to do? Most 25 tárgyakban most itt vagy dolgod, amit ide készítettél, akár 100 is lehetne, és hogy mi is volt? Kíváncsi voltam, hogy mi fog történni ezekkel a tárgyakkal, hogy fognak egymáshoz kapcsolódni. One of my friend, who is a, we call a performing artist, a very pioneer, his name is Stuart Sherman. But who died maybe 15 years ago. He's a kind of a magician. He showed object and it's very like, you know, just a show next and next and next. So during my journey with you, I was thinking about him, and then so it's not really beginning or end. Just the one. It's incredible, you know. After the 5 objects came out, I kind of give up. Didn't put two together, just one by one. Mm-hmm. And then. Első objekt után a tárgy után, mert igazából ezt a ritmikáját, az egyik a másik után inkább azt kezdte nézni, nem akartam mindenálló fejtélni. And the one more thing, you know, I could be very kid the mind. So you ate the whole things, and then I thought to me, oh wow, maybe did you eat all of them? But I'm so glad that came out. That was my attention. Thank you very much. Nem tudom. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy néha elfelejtek egy-egy dolgot. És kimarad, és az egy nagy kérdés lenne nekünk. Melyik volt az, ami most kimarad? Most nem van, most is nem. All I can say is that sometimes I forget an object or two, so... That's not good for you. But not this time. Anybody else? I just want to thank you. I really like it, all your parts. And I think it's really interesting when there is the movie is first and then you see the performance. You see the performance from different perspective, and also with the live music. So it's giving a lot of questions. What possibilities there can be for this kind of performances and this kind of collaboration. Yeah, I was wondering, how do you feel about humor in your performance? After vannak dolgok, amik drámaiak, és vannak dolgok, amiken lehet nevetni, és erre igazából nekem nem biztos, hogy van befolyásom. Tehát megcsinálok valamit, és hogyha olyan a hangulat, akkor nevetnek rajta, ha olyan a hangulat, akkor nem nevetnek rajta. Tehát ez mindig a nézőnek a saját belső lelki állapotától függ, hogy ez most humoros, vagy nem humoros. So some things are dramatic, some things are humorous, but I feel that I cannot influence the reactions. How people will react. It's upon the audience always, how they think, what kind of state they are at the given night. That's basically it, right? Yes. Do you have outside eye when you are creating your performances, or you are creating alone and then you present it, or alone? Alone. Yes. I would say. Yes. Szoktunk beszélgetni a dolgokról, tehát feleségemmel is, barátommal is. Usually he discuss things. Sometimes we discuss it with my wife or with my friends that I would do. But I do it by myself. Van kedvenc tárgyad ezek közül a tárgyak közül? Do you have a favorite object? The ones here or at home? Nagyon sok kedvenc tárgyam van. I have a lot. Nem csak itt, hanem otthon is. Not just here, at home as well. De akkor te egy ilyen gyűjtögető vagy? So you're a collector. Yes. Andrea, mit szólsz ehhez? Tehát ez nem szerepel a filmben, de kezelhető. Ja, mindenhol vannak a tárgyak, nem csak a műterem. I was asking Andrea, who is the wife of István, what she thinks about this hobby collecting things, and she was happy that the film didn't show the most busiest part of the preparation. És folytatjátok az együttműködést? Tehát mondjuk azt mondanám, hogy nem csak te, István, mert nyilván most azért rád fókuszáltak a Roland is, meg Ádám is, de hogy találtatok valami érdekeset, ami esetleg majd tovább visz, vagy esetleg egy olyan munkába, ahol már eloszlanak ezek a fókuszok, tehát egymást inspiráljátok? I was asking if you plan to continue anyhow the cooperation now as it was opening up something. Mm-hmm. I think this means yes. Yeah. So I will close now, just to give you also the possibility to get in a discussion, or is it possible to watch the props, hogy meg is lehet nézni az objektumokat, tárgyakat, és hogy egy ilyen kötetlen beszélgetés formájába csúszunk át, vagy van-e valami, amit mindenképp még meg akarnánk osztani. So we can just share the space if anyone would like to have a closer look on, because each of them were prepared by himself, vagy mindegyiket te készítetted elő. Nem? Vagy szoktál segítségével? Nem. So if you wish to have a look, just feel free. And then this was for today, hogy ez volt a mai napnak a záró pontja. Holnap folytatjuk, lesz egy fénytervező workshopunk. Tomorrow we will have a light design workshop. And then at 6 we will go into a gallery, because we have a cooperation with another gallery. And at 7:30 we will end up at the Central European Universities big auditorium. Tehát holnap este 6-kor lesz egy galériában kiállítás, megnyitunk, és fél 8-kor a CEU-ban, where Ádám, Zsolt and another Zsolt will play live, a bit different setup, and we invited a young group whose name is Villain Leo. It's improvisation-based, informal, I don't know, company. So people are always coming and going. It depends on their career, because usually they are students of the university, the academy, the dance academy, and academy is like academy, and then in the Villain Leo they have the freedom to experience things. And this lasts in the past 11 years already, and we invited them to be together with our musicians. Szóval ugye villanylaosok lesznek holnap este a zárószámunk, akik improvizációval foglalkoznak, és most meghívtuk őket, hogy az előadó zenészekkel együtt egy közös produkciót adjanak elő. So thank you very much. Hope to see you in some other days or next year. Who knows? És most én át is adnám itt a terepet egy ilyen. Köszönjük szépen! Köszönjük!